Sziasztok, szép estét kívánok mindenkinek, ez a Lotters Klub, én Lotters Krisztián vagyok. Egy új talk show, egy beszélgetés közismert emberekkel, számomra érdekes emberekkel. Ilyen a ma esti vendégem is, Geszti Péter. Szia Péter. Szervusz, örülök, hogy érdekesnek találsz. Micsoda, nem csak hogy érdekesnek, hanem a példaképemnek is, ezt azért már egy régebbi rádióműsorunkban ezt így el is mondtuk, illetve hát utaltam rá. Meg hát az elmúlt 20 év, mondhatom azt a 20-22 évet, amit mi így, hát sajnos nem töltöttünk el együtt, de a kezdeteknél ott voltam. De egy légtérben voltunk végül is Magyarország, elmúlt igen. 20 éve a rendszerváltás óta, az végül is egy légtérnek számít. 1991-ben találkoztam veled először, akkor ilyen kis bongyol hajad volt, és a 35-ös stúdió előtt rohantál el valami aktával a kezedben, és akkor nagyon, hát nem csak akkor, hát azóta is felnézünk rád, és akkor volt az Átszív műsor a tévében. Aha. És hát egy hatalmas dolog volt, hogy úristen, mi rádiós gyakorlatként találkozhatunk egy műsorvezetővel, ő volt a kis Geszti, és arra is emlékszem, hogy akkor te már jegyzeteltél elég erősen, volt egy jegyzetfüzeted, és ebben, ha utólag sejtéseim nem csalnak, készültek a repülőknek a szövegei. Igen, hát már azelőtt évekkel hozzászoktam ahhoz, hogy mindig volt nálam egy ilyen spirálfüzet, kockás papíros füzet volt, és abba írtam mindig a dalszöveg ötleteimet. Ez még az első mellett nevű zenekarhoz kapcsolódik alapvetően, az még korábbi történet, az még a 80-as évek elejétől induló sztori volt, és aztán a főiskolában, amikor jártam, a tanárképző főiskolára jártam, akkor mindig volt nálam nyilván egy ilyen füzet, és akkor abban nem csak az aktuális jegyzeteimet készítettem, hanem hogyha eszembe jutott valami, akkor hátul fölírtam egy szófordulatot, vagy egy gondolatot, vagy egy gondolatritmust. És aztán valószínűleg erre emlékszel te is, és valamelyik akkori barátnőm ráadásul rendszeresített egy ilyen mackós füzetet, tehát egy mackót az elején, hogy miért, azt mai napig nem tudom, és akkor ezekben a mackós füzetekben írtam az összes ilyen korai szövegkezdeményt, amelynek egy része, az tulajdonképpen, amikor mi találkozgattunk, akkor az inkább ilyen DJ felvezető dumák voltak, az aktuális slágereknek az intróira rábeszéltem, egy ideig csak prózában, és aztán elkezdtem ilyen hát ritmusba rakni ezeket a szövegeket. Ugye azt szoktam mondani, hogy a rap az nem más, mint a mondva csinált zene. Tehát kvázi ugye egy ilyen ritmusos, dallamos énekbeszéd. És akkor így kezdtem ráérezni arra a műfajra, amit először még valóban akkor magyar nyelven induló Danubius rádióban próbáltam ki, amikor ilyen slágerlistákat vezettem, aztán később önálló zenei műsorokat. És aztán valahogy ezekből jött ki az első egy-két fordulat, amit a repülők korai dalaira így ráillesztettem. De ebből nem volt olyan nagyon sok, mert inkább saját új szövegeket írtunk már a dalokhoz. De például emlékszem, hogy az egyik ilyen szignálunk, amit annak idején az egyik műsoromhoz csináltunk, abban benne volt a Partizona című repülők dalnak az egyik része, hogy itt a szombat, magamat belevetem, mert a szerelem csak álmodik a kereveten. Hiába állok készen bármire, vagy bárkire, ma úgy tűnik, hogy nem vagyok senkire, vagy valami ilyesmi volt a szöveg. Igen. Tehát, hogy ez megmaradott is... füzet egyébként valahol? Meg, ezeket elraktam otthon, persze. Ezek nagy gyerekiek. De nem adom oda. Tehát nagy gyerekiek. Ide kapcsolódik két gondolat, az egyik, hogy ne menjünk el azért a rádiózás mellett ilyen gyorsan. Minden mellett azért szeretném gyorsan kronológiába végignézni az életedet, illetve bemutatni, mert ez nagyjából én tudom. Bár még mindig volt egy csomó dolog, amit fel kellett írnom, pedig aztán tessék. Én tényleg kísérem az életedet, tessék. De hát hihetetlen mennyi mindenfele zajlik körülötted a levegő. Tehát, hogy volt egy olyan rádiózási szegmens az életedben, amit azóta is űrként kezelnek a rádiósok. Ja. Ez csak te mondod udvariasságot. Nem, én így érzem. Én még nem láttam tüntetni senkit, hogy ezt nem rádiózik meg én. Nézd, nem azért, mert nem te, hogy amit te ott forradalomként csináltál, tehát az, amikor te duplán rábeszéltél saját magaddal beszélgettél rádió műsorban, 3,5 órán keresztül egy hihetetlen nagy lendületed, energiát és odafigyelést igényelt tőlünk, hallgatóktól. Az egyik szilveszteri műsorát a Danubius Rádiónak úgy készítettük el, Mikor Robi barátommal, aki hangmérnök volt akkor is, ma is egyébként fő hangász a Magyar Rádióban. Közös barátunk, szevasz Robi. Szevasz Robi. Hogy azt hiszem ez a második vagy harmadik szilveszteri műsorunk volt, hogy nem akartuk ugyanazt csinálni, mint előtte való években. Ez mindig a 10 órától éjfélig terjedő, hát a nagy buli időszak volt. Ugye éjfél előtt, a kocintás előtt, az új év beérkezte előtti utolsó órák. És akkor az előtte való évnek a slágerét vettük át, és ezekre néhány az évvel kapcsolatos, aktuális visszaemlékezést vartuk össze egy ilyen furcsa, érdekes zenei mixbe, és hát egyszer csak azt gondoltam, hogy legyen az, hogy én
mint Dr. Jekyll és Mr. Hyde, vagy mint Álmában két macska, aki önmagában játszik, jelenek meg ebben a műsorban, és tulajdonképpen magamra beszélek, egy olyan ilyen kicsit ilyen őrült DJ-t alakítva, aki megkettőződik. És aztán valóban úgy készült az egész felvétel, hogy először elég sok szöveget megírtam, tehát konkrétan, mint hogyha akár dalszöveg szintű kiírása lett volna a dolognak, azt fölvettük, és utána szépen ezekre rábeszéltem, sőt úgy írtam meg bizonyos szövegeket, hogy ezek eleve dialógusba lettek megírva, egy dialógusba, tehát egy párbeszédbe lettek felírva, és nagyon jó játék volt, eszelős mennyiségű munka volt, tehát az és két napig készült, egy két órás műsor. Azóta sincs ilyen, és én nagyon hiányolom, de én azt gondolom, hogy ebben érdemes lenne még elgondolkoznod. Tehát sok mindent csinál, tudom, nem tudom mennyire fér még ez bele. Ha nagyon szarul fog menni, akkor öreg korodban azért jó lenne, ha visszamenni egy kicsit rádiózni, és magaddal beszélgetnél. Egyébként akkor már dukál, igen, akkor már hiteles. Ha más nem kíváncsi rád, legalább magaddal beszélgetél, de még egy kicsit. Senki nem fog szemetetni rá. No, hát azt mondtam, hogy elemezzük az életedet, vagy elkezdjük. Ajaj. Hát de nem tudom. Annyit tudok, és onnantól kezdve tényleg azt kérem, hogy segíts. Tanárképző főiskola. Pár olyan dologról beszélünk, amit esetleg nem tudhatnak a nézők. Mert az X-faktort ugye most mindenki értelemszerűen azt látja. Az új zenekarodat, a Gringo Start, amiről később fogunk beszélni, az egyértelmű. De úgy megelőzően az a sok-sok minden, amit a rádió előtt, illetve a tanárképző főiskola, illetve a Nemzeti Vágta, a reklámügynökség, kérlek. Na hát, hogyha a gyökerekre vagy kíváncsi, akkor a magyar történelem szakra jártam a tanárképző főiskolára, a nappali tagozaton, bár erre nem sokan emlékeznek, mert viszonylag sok időt akkor már inkább a rádióban töltöttem a helyet, a szemináriumokat látogattam volna. És de a tanárok még emlékeznek, ugye? Hát néhányan igen, bár sokan nem büszkék arra, hogy én ott lediplomáztam, de fotóval és a diplomámmal tudom bizonyítani, hogy az egykori rektor Mantanárul a kezembe adja a diplomámat. És ott állok egy ilyen elképesztő szedben, egy ilyen alpakkal színű, ilyen döbbenetes nyári öltönyben, vékony szürke bőrnyakkendővel a nyakamba, bőrnyakkendő apám. És itt hátul ez az enyhén focista frizurára emlékeztető hajzuhatag, és nagyon érdekes volt abból a szempontból oda járni, hogy nagyon könnyedén ment tulajdonképpen a tanulás, és közben már én folyamatosan dolgoztam a Magyar Rádió és Televízió különböző műsoraiban, mint gyakornok, mint kezdő riporter, mint későbbi kis DJ, és akkor már közben dalszövegeket írtam én, gyakorlatilag a Berkes Gáborral való barátságomnak köszönhetően, akivel együtt voltam gyerekszínész a 70-es években. Na, ja, bocsánat, hát a Mézga Géza. Hát ugye? Az igen. Az, induljunk az, el onnan, igen, volt, akkor voltál 7-8 éves? Hát vagy? Akkor én 7-es, 8-as voltam, igen. Az 1978-ban volt. Akkor már a Gabit ismertem egy másik filmforgatásból, és valahogy úgy alakult a dolog, hogy amikor a Gábor új zenekart alapított, volt egy jazz rock zenekar, az Lobog együttesnek hívták, akkor én éppen katona voltam, mielőtt a főiskolára elkezdhettem volna járni, akkor ezt úgy hívták még, hogy előfelvétel is egyetemista voltam. És amikor a Gabi megalakított az új zenekarát a Lobogó együttes után, ez az első mentem zenekar, akkor úgy éreztem, hogy úristen, én mindenből ki fogok maradni, amiben eddig részt vettem a barátom életében, mert Berkes Gabi egész kamaszkorában én tologattam az ő hangszereit a különböző helyekre, mert én, mint a haver, ugye mi ródoltuk föl az összes cuccot a különböző bulikra, tudod? A legnehezebb helyszín Budapesten ez a Fazekas gimnázium volt, ahol azt hiszem a harmadik emeletem volt a nagy terem, ahol a Berkesnek a Fender orgonát fölcipelni, apám az fölért egy ilyen sziszi-puszi erőfeszítéssel, szóval ilyen emlékeim voltak. Na minden lényeg az, hogy amikor a kórházba feküdtem, akkor sokáig még nem tudtam mit csinálni, mert szemműtétem volt, egy ideig olvastam, aztán azt se tudtam, mert lecsúták a szememmel, szenvedett, tényleg nagyon szomorú, súlyos történet volt, és közben elkezdtem. Hát én tékvándoztam a gimnáziumi évek alatt, és aztán az egyik versenyen megrúgták a szememet, és utána egy retinaválás miatt, ami egy komoly szembetegség egyébként, ahol gyakorlatilag halasztanom is kellett a tanárképző főiskolám. És közben a Gabi elindult az új zenekarával, és én azt mondtam, hogy de jó lenne ebbe valahogy részt venni, és kicsit tudat alatt is ott unalmamban az ágyban, hónapokig kellett feküdnöm, akkor elkezdtem ilyen kis rímeket írogatni az elején, még nem is gondoltam semmi különöset erről az egészről. Nem mondod, hogy ennek köszönhető, tehát ez egész ennek köszönhető, hogy te otthon voltál, és akkor kezdtél a szövegírásra foglalkozni? Igen, addig nem ha gondoltam ez nincs, rá. Akkor lehet, hogy nem lettem volna így. Ez kemény. Sláger szerző, dalszövegíró. Akkor, bocsás, egy gondolat, a fiam zongorázik. Igen. Kitűnően, tehát országos ilyen versenyeken vesz részt, és nem engedem focizni, teniszezni, pingpongozni, nehogy a kezével valami történjen. Tehát lehet, hogy akkor most azt kell, hogy menjen el focizni, menjen el valami küzdősportra, és hát, ha valamilyen hatalmas tudod, dolog történik. Tudod, you can never know, mondja a pakisztáni taxisofőr, amikor nem találja meg a címet, tudod, New Yorkban. Igen. Szóval, hogy valahogy úgy alakult az egész dolog, hogy egy picit véletlenszerűen indult, de aztán nagyon egyre tudatosabban próbáltam bánni mindig ezzel a
ezzel a lehetőséggel, amit nagyon sokat adott nekem az élet. Mindig adott lehetőségeket, én ezeket mindig elfogadtam az élettől, tudod? És egy idő után aztán kerestem tudatosan az olyan helyzeteket az életemben, amikor helyzetek jöhetnek szembe, újabb és újabb emberekkel lehet megismerkedni, és újabb dolgokat el lehet elkezdeni másként csinálni, mint ahogy korábban csináltam, vagy csinálták mások. Aztán, ahogy a tanárképzőn végeztem, közben már 4-5 első lemez megjelent, akkor már lassan elértünk, hogy 86 körül végeztem, és 87. Bocsánat, 5 lemezt írtál a zenekarnak? Nem, sokkal többet, 7 vagy 8-at. 7-et, igen. Nagyon sokat. Hát a zenekar nagyon aktív volt 83-tól 90-ig, vagy 90-91-ig, akkor egy időre megszüntette a létezését, és mi akkor kezdtük el a repülőket összepakolni a belkeséggel, de tulajdonképpen az is egy játéknak indult, egy ilyen haveri ökörködésnek, ami abból állt, hogy pont akkor kezdtem már sokat így, hát nem DJ-skedni, de szóval slágeristákat vezetni az egykori Danubius rádióban, és a legmenőbb zene, akkor tudod mi volt? A legmenőbb zenei, hogy mondjam, alkotó műhely a Stock Aitken Waterman Trio, emlékszel erre? Hogyne, ez az Italo Disco műfaj egyik éles képviselője. Na, és ugye a Rick Astley, a Kylie Minogue és a Jason Donovan, ezek igen. A nevek. Ugye. Na most ezek ellátták brutális mennyiségű szerzeményes, mi azt néztük a Berkesel meg a Misa, hogy basszus kulcs, milyen jó lenne, hogyha mi is így írnánk slágereket, különböző gyerekeknek, hogy éneklik, és nekünk jön a jogdíj. Ez volt az alapfelállás. Na nem ez lett. És aztán nem ez lett, de azért nem ez lett, mert kerestünk srácokat, hogy mi írnánk nekik dalokat, alapvetően rap szerzeményeket, illetve ne nevezzük ezt rapnek, mert ezt sokan szokták így szóvá tenni. Igen. Ilyen hip-hopos dance zene volt tulajdonképpen, amit rap műfajú elemekkel töltöttünk meg. És egy akkor, lendületes rap. Egy lendületes, igen, más. Abszolút. Hát nem a fekete rap, hanem ez a... Nem ez az ortodox gettó rap, az is lett volna hiteles, mert ahhoz egy olyan társadalmi közegből is kell jönni, és olyan tematikát kell hozni a szövegekben. Ez nálunk nem így volt. Például 8-kerből kell jönni. Például 8-kerből így van, és mi ezért inkább ennek a rapnek a műfaji elemeit, magukat, a stílus elemeket szerettük használni, de más tematikákat használtunk hozzá. Tehát másról szólt. Persze aztán utána nagyon sokan használták azt, amit te annak idején. Az más kérdés, mert akkor ez egy trend lett, tudod? Jó pár éven keresztül, a 90-esek közepe vége feléig ez egy trendet nyitott meg, de ti már 92-ben mi 92-ben megírtuk az első demo felvételeket, én fölmondtam próbából ezeket a dolgokat, és azt gondoltuk, hogy keresünk srácokat, akik ezeket elreppelik. Kerestünk néhány ilyen csapatot, dumálgattunk velük, igazából egy is volt nagyon rokon szenves, meg ők akartak a saját zeneikkel jönni, na az már a Stock Aitken Waterman ideológiában nem fért bele, hogy miért ők fogják írni a dalokat, miért jó az nekünk. És akkor egyik nap a Berkes Gabi azt mondta a vállamra csapva, hogy figyelj, mi lenne, hogyha ez a telemezed lenne? És én mondtam, hát azért nem lesz jó, mi lenne akkor, hogyha csinálnánk ezt a dolgot, de ti is jönnétek, és akkor ez legyen inkább egy ilyen zenekar. Michel húzogatta a vállát, hát ő nem akart nagyon zenekart alapítani, de azt, hogy jó, próbáljuk meg, és hogyha nem égünk be nagyon ezzel az egésszel, akkor legyen ez, és majd csináljuk. Fogalmunk se volt, hogy mi fog történni, hiszen nem volt ilyen típusú zene előtte itthon. Azt nem fogom elfelejteni soha, hogy az akkori Dolly-ról együttes nagyzenei megfejtője, Novai Gábor egyszer beszédelgett a stúdióba és belehallgatott az anyagba. Brutálisan tetszett neki, és azt mondta, hogy hát gyerekek, ha ez nem jön be, akkor semmi. És bejött, elég jól bejött, mert azt vettük észre, hogy a összes fekete árus ezt kezdte árusítani a Szandi kazetták mellett 92-3 környékén, ez nagy dolog volt, és mondtam Berkesnek, hogy figyelj, lassan befutunk. Tehát, ja, arról lehetett felmérni. Persze, hogy most már a Lagzi Lajcsi mellett, meg a Jimmy mellett, meg minket árulnak, figyelj, ez a tuti befutás, tehát ez a nagy siker. És ugye sokat beszélhetnénk a repülőkről, mert hiszen az egy elég komoly korszak volt, nem csak azért, mert maga a 90-es évek egy ilyen elég fellendítő része az elmúlt 20-30 évnek, hanem mert hát a repülők a mai napig is. Én például sok zenéteket játszom, sok ilyen klasszik partin tudod, ami most egyébként hát divat. Hát te is öregszel, barátom, azért. Nekem mondod, de retro bulikat kell csinálni, tehát itt tartunk. Na, visszatérve, hogy utána azért volt a jazz meg az, ami hogyan jött a repülők után, milyen felállásban. Hát de fura, ugye, hogy adják egymás kezébe, igen, a dolgok. Az egyik búcsúbulira az arénába, akkor még Budapest Sportcsarnoknak hívták, és még nem égett le, mint később. Eljött a Dés Laci, akkor persze én ezt nem tudtam, egyik lányával, a lányai nagyon szeretik a repülőket, és ő akkor már keresett szövegírót az akkoriban készülő Dzsungel könyvet című musicalhez, és nagyon megtetett neki az a fajta ironikus, asszociációs, szójátékos szövegi világ, amit én fölpakoltam a repülőkben, és tetszett neki a koncert, bár nem az ő zenéje volt.
És rá egy fél évre fölhívott, hogy ő kezdik összerakni ezt a műzikert, és én legyek ennek a dalszövegírója. Hát én hátra megörültem neki, mert tulajdonképpen pont ilyen kihívásra vágytam. Gondolj bele abba, Krisztián, hogy a repülőken négyszer töltöttük meg egymás utáni napokon a Budapest sportcsarnokban. A másodiknál ott voltam szerintem. És az, egyszerűen azt éreztük, hogy nincs följebb. Igen. Magyarországon. Tudod, hogy mit lehet még itt csinálni? Tehát, hogy, és ráadásul véget ért a zenekar. És annyira jókor jött a Laci megkeresése, hogy aztán ebből egy nagyszerű együttműködés született, aminek a musical lett az első állomása, a barátságunk a második állomása, és ebből kifolyólag 98-ban nekiestünk, hogy csináljunk egy közös olyan zenei projektet, amit különleges módon egy filmen keresztül, egy mozifilmen keresztül vezettünk be, ez ott a Kalózok című film. És nekem kifejezetten ambícióm volt, hogy a Dés zenére írhassak dalszövegeket, és a Dés Lacival zenélhessek a színpadon együtt. Tehát hogy azt éreztem, hogy ez egy annyira más világ és más stílus, mint a repülőket csináltam, hogy engem ez nagyon érdekelt. És tényleg nagyon jól össze is állt, nagyon szépen el is indult, és jól ment két évig. És tulajdonképpen azt meg azért hagytuk abba, mert ott nagyon különböző volt a három generáció, Dés Laci, én és a három lány. Ez három, hát tulajdonképpen 10-10 év van közöttünk. Felfele-lefele. És nagyon nehéz volt összetartani ezt nagyon sok színű bandát, és ezért volt egy kicsit megfeszülni az emberi viszonyok, tudod, a hétköznapokban, és aztán úgy döntöttünk, hogy jobb, hogy jobb, ha szétválunk, miért végleg összeveszünk, mint hogyha csúnyán érne véget a dolog. Jellemző, hogy rá egy-két évre már mindannyian megbántuk. Tehát, igen. Hogy ez annyira jó minőségű dolog volt, hogy fájlaltuk utána. És most eljött a Gringo Sztár ideje. El. Ami valójában hát egy új csapat, egy új, kicsit nekem olyan deja vu-m van a két lányjal kapcsolatban. Ja, mert? Hajaz, valamilyen szinten hajaz a jazz meg azzal. Azt mondom, a feleségemre, mert ezt is szoktam hallani, nagyon hajaznak a ja, feleségemre. Ja, az igen, egyébként hasonlít rá. Mutasd be kérlek a két hölgyet. Hát nézd, karakterikben hasonlítanak az Edith-re, a feleségemre. A két hölgy, Gereben Zita és Abszon Orsolya, őket ugyanúgy egy meghallgatáson válogattuk ki Erdély Petivel, a zeneszerző barátommal, akiként a Jazz Megazban is billentyűs volt, mint annak idején a Jazz Megazos lányokat. Az is egy casting volt, és ez is egy meghallgatás volt. És ide most 8 lány jött el, és ebből őket, kettőket választottuk ki elsőre. Azt tudtam, hogy 2 lányt szeretnék. A Jazz Megazban annak idején nem tudtuk, hogy csak 1 lányt kerestünk, de 12-ből 6 nagyon jó volt, és akkor gondolkodtunk rá, és hogy lehet, hogy több lány kéne. És ennek mindig az a nagy előnye van, hogyha te komoly énekeseket választasz magad mellé, akik emberként, előadóként és énekesként is nagyon jó, ez 3 tök különböző dimenziója egy személynek szerintem, akkor sokféle dalt tudsz írni, mert sokféle szerepbe tudod belehelyezni őket. Hogyha csak egy egyszerű kis macát raksz magad mellé, aki viszonylag jól énekel és jó feneke van, de egyébként semmi különös, akkor tök egyforma dalokat fogsz írni, igen, mert a női szerep nem tud kibontakozni benne másként. Milyen stílust képvisel most a Gringo Sztár? Mit lehet rátok mondani? Hát azt mondtam, hogy kozmopuritán. Az azt jelenti, hogy egyszerre ilyen innen megszólaló, de a világ nagyon sok zenei áramlatához kapcsolódó zenét játszik. A mi zenénkben van, alapvetően ez egy popzene. Popzene, igen. Popzene, de ebben sok jazz elem van, rap elemek vannak benne, sőt, balkáni folklór elemek vannak benne, és latin elemek vannak benne. Éreztem egy picit a jazz meg azból egyébként. Én végighallgattam most a lemezeteket, már annak kapcsán is, hiszen van egy, lesz remélem egy közös produkciónk. Ez, hát ez rajtad múlik most, mert? Igyekszem és dolgozom rajta, ez egy remix a Gringo Sztár zenekarnak, méghozzá Szabadulj fel című dalotokból, ami azért ihletett meg, mert egy picit ilyen, ahogy mondtad, ezt a poppos, diszkós vonalat képviseli, kicsit ilyen David Guettás vonal az, ami, legalábbis ez a dal konkrétan, ezért ihletett meg, hogy egy kicsit a klubos világba is megmutassuk ezt a produkciót. Én azt gondolom egyébként a Gringo Sztárról, hogy egy hihetetlen űrt képvisel most a zenei palettán, mint ahogy te is mondtad. Nagyon kevesen vagytok, vagy vannak olyan zenekarok, akik mindenből egy picit összecsemegél, és amit te is mondtad, ez a Polyhistor féle vonal. Én azt gondolom, hogy ez most nagyon jól fog jönni nekünk, fogyasztóknak. Hát remélem, majd meglátjuk, bár mondjuk azt láttam, hogy olyan brutális kiüresedés és elszegényedés, igen, van mindenhol az országban, alapvetően gazdasági értelemben, igen, nagyon nehéz ma a poppiacon jelen lenni bármivel is. De hát fia, hogyha mindenből egy picit összeszedsz, abból igen, már nem ez volt a cél, hogy hanem inkább az érdekes, hogy fordítva működött. Tehát annyi ötletem volt, tudod, az elmúlt pár év alatt annyi minden gyűlt össze, hogy tulajdonképpen nem tudtam egy műfajra rárakni. És egy kicsit talán ez ilyen fegyelmezetlenül szétszóródó dolog is, de nem tudom, lehet, hogy láttad a lemez belső borítóján belül van egy ilyen iránytűszerűség, amit pálinkás üvegek mutatnak, és ugye ez mutatja a zenei égtájakat, hogy latin, jazz,
jazzre, igen. és etno. És valahogy ez a... Hát a Pálinka Sunrise az első, csak mondjuk el, hogy ugye az volt az első erről a lemezről. Talán azt gondolom, hogy ez a lemeznek a címadodala. Így van. Hogyha van még ilyen, van. Tudom, hogy... Hát abszolút van. Címadodala. Bár azt mondták nekem, hogy figyelj, Gesztikém, a CD az már egy halott formátum, nem is érdemes ilyet kiadni, mert ugye akkor, amikor megjelent a cég, akkor olvastam, hogy az Egyesült Államok már nem adnak ki CD-t ebben az évben, 2012-ben, hanem csak... ilyen díszalbumokat csinálnak, hanem valóban az van, hogy a letöltéseken keresztül. Üzletesre lehet csinálni, hát bármikor ki lehet azt fizetni, ja, igen, de tudod, itt még nem vezették ezt be sajnos. Hát itt még nem, de közben meg az érdekes, hogy azért én is abba bízom, hogy te mondasz, tudod, hogy mi egy mainstream popzenét csinálunk, de gyakorlatilag sokfajta zenei stílus ellen beemelésével, de közben azt érzem, hogy az a fajta pozitív erő, amit szeretnénk ezzel megzenésíteni, az a fajta szerethető világ, amit megálmodunk ezen keresztül, azok a dalszövegek, amiket megírtam, amelyek azért alapvetően mégiscsak egy értelmes világnak, egy érzelmes világnak a miben létéről szólnak, ezek előbb-utóbb megtalálják az emberekhez az utat, tudod? És nem könnyű, mert az én generációm az nem öregszik túl jól, tehát az a helyzet, hogy elég rossz kedvű, és elég kevés zenét is hallgat. És az a helyzet, hogy egy kicsit lassabban talál rá erre a dologra, mint ahogy 30-as vagy 20-as évébe tette. De én azt látom, hogy elég jól kezd működni a dolog, és most nagyon úgy néz ki, hogy nagyon meglepő helyeken fogunk játszani ebben az évben. Hát reméljük, hogy számot adhatunk majd erről is. Van egy hét múlva jövünk ismét egy új vendégemmel. Ha a hét véget ért, jön a vasárnap, de neki dőlnél a vasárnap. Na de nyárban is kutya meleg nyűszít a gép, ahogy a lábad a bocsúban a gázra lép. Le az M7-esen, egyenesen, a szalon képesen és üdöügyesen. A tavalyi havai talán visszatér, hol az a rendőr, aki utolér még. Érd és Marton, Vásár, Gyúró, Kápolnás, még felép. Az úton a tábla több, mint sok. Hány éve írják a csiófot? Alig érzem, hol a parca kapcsapott, vagy mire odaérsz a vízhez, oh! Tele van a tó, csak a zseb, ami ma üres, úgy a bíztató. Aligán. Még egy ilyen békebeli buli huligán. Ács kapocs, átkapocs, vasat eszik éjjel. Ő a fekete-fehér, a svájci néger. Kell, hogy beveszíts, mert ismered a beat. A hírneveden ideje, hogy öreg beat. Hény a sekély, a négy, aki mer az beesz. Irigyel a nét, de szép kis csak a fejes. Akad ki a napon kívül szemezzül. Hát te jó fényt vesz magadra hanyagul. Véd a 20-as faktor, a sugarak túl. Az editen innen és az ibolyán túl. A tömeg, itt van, aki dőlt. Öcsém, hát ez olyan, mint a Hollywood. Nem van, aki mini kino kavasz, aki kiviszög a ifi, ifi, mani, hani, Pepsi, Popsi. A létől a tudat itt fejre áll. Bárhogy fáj, a léte finiál. Hurrá leszel, sok ilyen-olyan vágyom, mint indiai csodat, aki ír a szöges ágyon. De nem kell egy milliárd a billiárdhoz. A haveri galeri szerinte sem.